Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet karácsony második napjának délelőttjén. Kezdjük meg Isten tiszteletünket. Énekeljük gyülekező éneként a 234. dicséretünknek első és második versét. A 234. dicséretünk első verse kezdődik. Kérjük Isten áldott szent lelkét, legfőképpen az igaz hitért. Énekeljük a 182. dicséretünket. A 182. dicséretünk így kezdődik: karácsony ünnepében örvendezzünk szívünkben. Karácsony ünnepében.
helyünket elfoglalva magasztaljuk tovább a mi Urunkat, a 326. dicséret első három versének eléneklésével. A 326. dicséretünk első verse itt kezdődik: Dicsőség mennyben az Istennek. Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istennek szent igéjét, amint írva található Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levelében, a második fejezet 5. versétől a 11. versével befejezőleg olvasom Isten igéjét. Míg Isten igéjét felolvasom, foglalja el helyét a gyülekezet. Így szól tehát hozzánk Isten igéje a Filippi beliekhez írott levél második fejezete 5. versétől. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alapjaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Isten lelke tegye áldottá szívünkben a meghallgatott
Szent ügyétek, hihetek, ezért imádkozzunk. Mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által magasztalunk téged ezen a karácsonyi ünnepen. Megköszönjük, hogy újra és újra emlékezhetünk az első karácsony csodájára. Emlékezhetünk arra, hogy emberré lettél és erre a földre eljöttél. Kicsivé lettél, de mégis hatalmas. Isten maradtál, Istennel egyenlő, aki minden hatalom menjen is földön. Köszönjük, Urunk, hogy mi is hódolhatunk előtted, és imádhatunk téged. Légy itt közöttünk, és áld meg minket, kérünk. Amen. Kedves testvéreim, Isten igének a meghallgatására készülve énekeljük a 326. dicséretünk 4. versét. Ó Jézus, nevess meg bennünket, hallgasd meg buzgó kérésünket. Kedves testvéreim, Istennek igéjét, amelynek alapján bizonyságot kívánok tenni a gyülekezet előtt, írva található a János evangéliumában az első fejezet, első 14 versében. Míg Isten igéjét felolvasom, a gyülekezet foglalja el helyét. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt. És Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, és hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de a világosságról kellett bizonyságot tennie. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében. Akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az ige testvé lett. Közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Kedves testvéreim, második nap délelőtt vagyunk együtt, és ma ezen a karácsonyi János evangéliumát kezdtük el olvasni, és a mai újszövetségi ige szakaszunk is ebben a ige szakaszban található. Kedves testvéreim, János úgy kezdi az evangéliumát, hogy Istennél volt az ige. Az ige az Jézus Krisztus, és kezdetben ott volt, ugye már a teremtésnél ott lebegett
Isten lelke a vizek felett, és amikor Isten azt mondta, teremtsünk embert, akkor a Szent Háromság Isten jelen volt. Tehát kezdettől fogva Jézus, a Szent Háromság második személye, ki maga az ige, akiről szól az egész Szentírás, már ott volt kezdettől fogva, és a mennyben lakozott. A mennyei lények imádatától volt körülvéve. Kedves testvéreim, és ez az ige testé lett. Ahogyan olvastuk, hogy szolgai formát öltött, emberré lett az Isten. Egy történetet olvashatunk, van egy könyv, amiben ilyen történetek vannak leírva, és arról szól a történet, hogy egy ember elkezd földi mogyorót ültetni, de van egy kis kutyája. És először is azt mondja a kiskutyának, amikor ő elülteti a földi mogyorót, hogy ne kaparja ki. A kiskutya megy utána, a gazdája után, és kikaparja a földi mogyorót. Megbünteti. Jól megbünteti. Azt mondja, ne kapod ki a földi mogyorót, amit én elültettem. Megy tovább, a kiskutya újra kikaparja a földi mogyorót a földből. Aztán megjutalmaz, ad neki egy nagy darab csontot. Úgy gondolja, ha megjutalmazza, akkor biztos ebből fogja tudni, hogy már neki mi a feladata, hogy ne kaparja ki a gazdája által elültetett földi mogyorót. De a kiskutya mégiscsak kikaparja. És ugye elgondolkozik, aki írta ezt a történetet, hogy így vagyunk mi is emberek. Olyan magasan volt az Isten, hogy mi földi emberek, földi gondolkozású, földhöz ragadt emberek nem tudtuk megérteni azokat a gondolatokat. Ugye mondja is az ige, hogy az én utaim nem a ti utaitok, és az én gondolataim nem a ti gondolataitok. Amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én gondolataim a ti gondolataitoknál. És Jézus azért vette fel a mi testünket. Azért lett az ige testé. Azért született meg karácsonykor Jézus, hogy közénk jöve. Megértsük az Isten gondolatait. Hogy a földi dolgokból kiindulva eljutasson minket az Úr Jézus Krisztus a mennyei dolgoknak a megértésére és annak a világosságába. Kedves testvéreim, ezen a karácsonyon is már sokat beszélgettünk az utazásról. Ugye ilyenkor a családok egymáshoz is utaznak, kilométereket tesznek meg. De ha az első karácsonyi ünnepet nézzük, akkor láthatjuk, hogy Máriának, Józsefnek körülbelül 120 kilométert kellett megtennie Názáretből Betlehemig, hogy Augustus császár parancsának engedelmeskedjen. Aztán a pásztoroknak már rövidebb utat kellett megtenniük, mert a mezőről kellett felszaladniuk a városba, a város közelébe, abba az istálóba, ahol Jézus Krisztus megszületett. De ha gondolunk a bölcsekre, ők körülbelül 1000 kilométert tettek meg hónapokig, csak utaztak, mondhatnánk, hogy hát hosszú volt az ő utazásuk, de úgy gondolták, hogy ők megkeresik azt a királyt, akiről beszélt az ige, és akinek a csillagát látták napkeleten. Hosszú utat tettek meg, de célba érkeztek, mert megtalálták Jézus, az Isten fiát, akinek a hajléka fölött megnyugodott a csillag, megállt a csillag, hogy mutassa az utat a pásztoroknak. De ha belegondolunk, testvéreim, a legnagyobb utat mégiscsak Jézus Krisztus tette meg, hiszen ő a menny magasságából érkezett le hozzánk a földre. És ez egy óriási távolság. Bár azt mondjuk, hogy ezt a távolságot emberileg semmiképpen nem lehet legyőzni. Csak Isten hatalma volt képes arra, hogy a menny dicsőségéből lejöjjön erre a földre. Ezt a hatalmas utat megtegye. Ezt a hatalmas utat, ami a mennyből a földre vezet, megtegye érettünk. És megtette
Jézus Krisztus tette meg a legnagyobb utazást, mert a mennyi dicsőségéből az ige testé lett, és lakozott mi közöttünk. Kedves testvéreim, három dologról beszélni. Az első, hogy honnan jött Jézus, a második, hogy hogyan, és azt a harmadik pedig, hogy hová érkezett meg az Úr Jézus. Az első kérdés, hogy honnan jött. Mit tudunk a mennyről? Értekezleten egy lelkésznő elmondta, hogy 250-szer fordulnak elő a Bibliában az angyalok, akik a menny dicsőségéből akkor jönnek le a földre, amikor Isten, akinek a szolgálatába állnak, küldetést ad számukra, hogy eljöjjenek hozzánk emberekhez. Kedves testvéreim, a mennyből jött az Úr Jézus. Mit tudunk mi a mennyről? Mennyi a mi tudásunk? Mennyire vagyunk felkészültek, ha megkérdezi tőlünk valaki, hogy hát Jézus honnan jött? Valaki elmondta, hogy mi soha nem beszélünk arról, hogy Jézus honnan jött. Honnan érkezett le hozzánk a földre? Hát a mennyek országából jött. A dicsőség honából jött. Abból az országból jött, ahol nincs bűn, nincs igazságtalanság, nincs szent, nincs félrevezetés, ahol a bukott angyal csak a földön tudja ugye végezni a maga feladatát, de csak addig, amíg Isten azt megengedi, de ott minden dicsőséges. Ott van az Atya Isten trónja, ott vannak a lelkes állatok, ott van a 24 vén, leborulva imádják, ott vannak az angyalok és a megváltott lelkek. Hatalmas tömeg van, ahogy János belát a mennyek országába, ott vannak a proféták, ott vannak az Ószövetség nagyjai, ott van Keresztelő János is, aki legnagyobb, aki anyától született, de mégis kisebb, a legkisebb, de ott van a mennyek országában. És oda ment vissza Jézus Krisztus is, és ott ül ő maga is az Atyaisten dicsőségében. Tehát onnan jött. Egy olyan országból jött, ahol minden Isten dicsőségét szolgálja. Hiszen minket is arra teremtett Isten embereket, hogy az ő dicsőségére éljünk. Ez a küldetésünk, ez a legmagasabb küldetése az embernek. Calvin János ezt így fejezte ki, hogy szívemet égő áldozatú neked ajánlom, Uram. Tehát, mint egy áldozat, ő maga égett el az oltáron 51 néhány év alatt, és ebben az évben ugye zárulnak le a Calvin évek, hiszen 1509-1564-ig élt, és 2009-2014-ig a Calvin évek voltak jelen a mi életünkben, és nagyon sok alkalom volt, ami ugye Calvin Jánosra emlékeztetett bennünket, és ő maga így jellemzi önmagát, hogy ő az Isten dicsőségére égett el. Elégett, mint áldozat az Úr oltárán. És ezt azért tette, mert az Úr Jézus Krisztus a szívét megragadta egy hirtelen megtérés által. Kedves testvéreim, mi a mi küldetésünk ezen a földön? Hát, amit Calvin is megfogalmazott, Isten dicsőségére élni. Vagyis Isten kevéssé tette az embert kisebbé önmagánál, de azért teremtett minket, és Jézust is azért küldte le hozzánk, hogy segítsen nekünk megérteni, hogy hogyan éljünk az Isten dicsőségére. Jézus a mennyből érkezett hozzánk. A menny tehát az angyaloknak a helye, a megváltottaknak a helye, akik az Atya Istennek a lakóhelye, ahol világosság van, ahol nincs éjszaka, ahol minden ideális, ami szükséges, hogy az örökké valóságban az minden ott van. Eszembe jut egy történet, hogy valaki azt mondta, hogy hát gyűjti ezen a földön a kincseket, az aranyat, az ezüstöt, a drága köveket, ami a legdrágább, és mire, hogy vigye a mennyek országába.
És akkor azt mondja, hát ez nevetséges, mert ott aranyból lesznek az utak. Drága kőből lesz maga a fal, a bejáratok. Üvegből lesz a tenger, az élet vizének a folyója ott lesz. Örök életnek az vizét fogjuk inni, az örök életnek a fájáról, az élet fájáról fogunk enni. Minden csúcsra megy a mennyek országába, minden ideális lesz, minden tökéletes, minden megfelelő, és mindenből a legszebb. Amit szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg sem gondolt, amit Isten készített az őt szeretőknek. Kedves testvéreim, hát akkor miért jött el? Akkor miért jött el Jézus? Ha olyan jó volt neki ott a mennyben. Tudjátok miért? Mert szerette Isten ezt a világot. Azt mondja János 3.16, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Érettünk jött. Hogyan jött? Ez lesz a következő kérdésünk, hogy hogyan jött Jézus ebbe a világba. Úgy jött el, mint egy fény, ami bevilágít. Emlékszem, hogy láttam egy filmet, amikor megszülettek a kis állatkák, és nagyon fáztak, és azt csinálták, hogy ilyen nagy teljesítményű lámpákat vittek ki, és azokkal melegítették, a fénye és a melege felmelegítette ezeket a megszületett kis állatokat, és így nem pusztultak el a hideg téli időben. Kedves testvéreim, bejött a fény ebbe a világba. Hát gondoljunk arra, amikor a pásztorok ott vannak az sötétségben, és körülragyogja őket az Úr dicsősége. Nappalnál nagyobb világosság támad körülöttük, úgyhogy meg is rémülnek, és azt mondja nekik az angyal, hogy ne féljetek, mert íme nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész népnek az öröme lesznek, meg szabadító született meg nektek, ki az Úr Krisztus a Dávid városában, a jel pedig ez lesz nektek, találtak egy kisgyermeket feküdni a jászolban. Micsoda fény áradat. Vagy gondoljuk, amikor mi olyan szobában lakunk, a keleti fekvésű, és ahogy felkel a nap, akkor beragyogja a szobánkat. És a nap sugarai, ahogy bevilágítanak, szinte az embernek a reggeli ébredését is meg örömmel tölti el az embert, hogy hú, ez a fény áradat. Különösen nyáron, de még ilyenkor télen is, amikor felkel a nap és süt a nap, akkor a sugarak bevilágítanak. Kedves testvéreim, Jézus azt mondja magáról, én vagyok a világ világossága. Ő bevilágít minden ember szívébe, bevilágít a bűn sötétségébe. És ennél a világosságnál látjuk meg, hogy mennyire szükségünk van arra Jézusra, aki hozzánk érkezett, fényé lett. Ugye Jézus önkijelentése, hogy ő a világosság. Ugye az első dolog, ami történt ezen a földön, hogy sötétség volt. És Jézus, Isten azt mondta, és Jézus és a Szent Lélek, a Szent Háromság, hogy legyen világosság. És lett világosság. Kedves testvéreim, és ez a világosság melegít. Ez a világosság bevilágít a szobába, bevilágít az életünkbe, megmutatja a bűneinket, megmutatja azt, hogy mi minden kell az embernek az életéből eltávolítania ahhoz, hogy ennek a fénynek, ennek a Jézusnak, a világ világosságának tulajdonképpen helyet adjunk. Amikor Jézus azt mondja a Bartimeusnak, aki sötétségben volt, aki
aki nem látott, vagy hogy jöjjön meg a te látásod, akkor legelőször a világ világosságára tekinthetett Jézusra, aki megnyitotta az ő szemét, hogy lásson. Hogy lássuk ezt a világ mindenséget, ami Istenünknek, Szent Háromság Istennek a adománya. Hogy lássuk Jézust. Láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülökének a dicsőségét. Hogy lássuk egymást. Hogy lássuk meg a bűneinket. Hogy lássuk meg az elesettségünket. A másik elesettségét az ő világosságánál, az ő szereteténél, mert azért jött hozzánk, hogy segítsen rajtunk. Azért jött, hogy amit senki nem tudott elvégezni, megváltás munkáját véghez vigye a világ életében, és véghez vigye az én életemben. Kedves testvéreim, csodálatos az, ahogyan bejött ez a fénysugár a mi életünkbe, és ez a fény megváltoztatta a világot. Megváltoztatta az embereket. Megváltoztatta a családokat. Azt mondjuk, hogy karácsony a családok ünnepe is valóban, mert a szent család példát mutatott, de legnehezebb körülmények között is hálát adtak Istennek, hogy elküldötte erre a földre az ő fiát. Szegényen jött be ebbe a világba, úgymond hajléktalanul, hogy mind a hajléktalanok, mind a szegények közzéjöve, a zsidó nép közzéjöve, ahogy a samáriai asszony is mondta, hogy a üdvösség a zsidók közül támad. De jött a világosság, jött az Isten szeretetéből, jött Jézus, de ezt a fényt nem fogadta be mindenki. Övéi közé jöve, de az övéi nem fogadták be őt. De ott van az is, hogy de voltak, akik befogadták. És a mennyből tudjuk, a mennyei jelenések könyvéből tudjuk, a jelenések könyvében le van írva, hogy a mennyben nagyon sok ember ott lesz. Akiről nem gondoljuk, hogy ott lesz, ott lesz. Akire azt gondoljuk, hogy ott lesz, nem lesz ott. A legnagyobb csoda az lesz, a kegyelemből hit által, Jézus érdeméje, mi is ott lehetünk. Vagy én is, vagy te is ott lehetsz. Mert ez kegyelem. Kegyelemből tartott meg bennünket, ami Urunk hit által. Kedves testvéreim, a harmadik kérdés pedig, hogy hová jött. Hát eljött ebbe a mi világunkba. A menny dicsőségéből eljött egy szeretetlen világba, egy elnyomással teli világba, eljött a Heródesek világába, a gyilkosok világába, eljött Augustinus császár világába, aki ugye uralkodott a Római Birodalomban, az elnyomás által próbálta egybetartani a birodalmát, de történelemből tudhatjuk, hogy ha valaki olyan egy másik országot meghódít, csak addig lehet az a másik ország az ő hatalma alatt, amíg az ő katonája, amíg az ő uralma, hatalma biztosítva van afelől, hogy azt az országot rabságban tartják. Mihelyt a szabadság vágy feltámad annak az idegen országnak az életében, abban a pillanatban ugye kivívják a szabadságokat és ledobják a rabságnak az itáját. Hát egy ilyen világba érkezett. És ha megnézzük most a 21. századunknak a világát, akkor elmondhatjuk, hogy ez a világ, a mostani világunk közel 2000 év után sem különb, mint az a világ, amiben Jézus Krisztus érkezett. Így tanították nekünk, hogy amikor legnagyobb volt a sötétség, amikor legnagyobb volt a válság az emberek életében, akkor dobbant be, akkor jött be az a váltság, ami ezt a válságra teli világunknak a problémáit megoldhatja és meg is oldja. Nem teljességében, de jellé lesz Jézus Krisztus ott, amikor megszületik a Jászol bölcsében egy
bölcsőben is jellé lesz, akkor is, amikor a keresztre oda szegezik kezét, lábát, jellé lesz az Isten fia az ő születésére, halálával, feltámadásával, és az ő dicsőség és mennyei mennybe való bemenetelével jellé lesz ebben a világban, hogy az ember problémája megoldható. Nem minden problémát tudunk megoldani, nem minden szegénységet tudunk megoldani, hiszen Jézus maga is mondotta, szegények mindig lesznek veletek, problémája mindig lesz ennek a világnak, de Jézus elérkezett. Elérkezett 2000 évvel ezelőtt, és azóta közöttünk van. Velünk az Isten, bennünk az Isten, ha elfogadjuk, ha befogadjuk. Ez már rajtunk múlik. Ez már tőlünk szűk. Amit Istennek kellett megtenni, ezért a világért érettünk, valamennyiünkért megtette. A kérdés az, hogy én hogyan tudok erre választani. Erre a szeretetre, erre az áldozatra, erre a világosságra mit tudok tenni? Lefogadom, vagy elutasítom? Engedem, hogy megmutasson, rámutasson a bűneimre, hogy megbánva azokat, Jézus szívembe fogadva a világ világosságát, az Isten országa felé menjek, a keskeny úton, amely a menny felé vezet. Ez már a mi döntésünk. Ezt a döntést nekünk kell meghoznunk, és e döntéstől függ, hogy mennyire válik a mi világunk, a mi életünk, a mi családunk, a mi egyházunk, a mi közösségünk, a mi egyéni életünk áldottá azért, mert találkoztunk azzal a Krisztussal, aki a mennyből érkezett, aki fényé lett, és aki ebbe a világba jött, aki által lett ez a világ, aki visszavásárolt bennünket az ördög hatalmából, kifizette értünk a váltságdíjat, az adóslevelünket széttépte, a bűneinket a tenger mélyére vetette, és élhetünk neki szabadon. Dicsőségesen az ő dicsőségére, embertársaink javára, mert amit az angyal hirdetett, az kell, hogy megvalósuljon. Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Amen. Háladással magasztalunk téged, Urunk, hogy elhagytad a menny dicsőségét azért, hogy erre a földre megszületve megváltunk-e, megtartunk-e, világosságunk-e, testvérünké legyél. Köszönjük, hogy velünk vagy. Velünk vagy a világ végezetéig. Köszönjük, hogy befogadható vagy. Köszönjük, hogy nagyon magas és nagy a távolság a menny és a föld között. De ezt a nagy távolságot te megtetted. És mi is megtehetjük, Urunk, hitáltal. Egy imádságnyira vagy tőlünk. Ha imádságban kérjük, hogy mosd le a mi bűnös szívünket, és tiszta szívet teremts bennünk, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennünk, megteszed. Urunk, változtatni akarsz ennek a világnak a képén, és nekünk is változnunk kell ahhoz, hogy ez a világ szebb legyen, igazságosabb legyen, hiszen kegyelemből, hitáltal van megtartatásunk, és ez nem mi tőlünk van, ez a te ajándékod. Azért, hogy senki ne kérkedjen, hanem fogadja el azt az irgalmat és azt a kegyelmet, amit te hoztál ebbe a világba, hogy éljünk általad, és a mi életünk bővölködő, gazdag élet legyen. Szegény élettél, amely gazdagságát elhagyva, hogy miatt a szegénységedből gazdag emberekké válhassunk. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod,
legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Foglalja a helyét a gyülekezet, és ráfelelő énekként énekeljük a 315. dicséretünk első versét, Krisztus Urunknak áldott születésünk. Karácsonykor 134 férfi és 191 nő, összesen 325 személy élt úrvacsorával. Ebből az öreg otthonban, megoldásházban, kórházban, tanásteremben és háznál 12 férfi és 33 nő, összesen 45-en. 17 fővel többen éltünk úrvacsorával, mint az elmúlt karácsonykor. Megköszönjük testvéreink karácsonyi borítékos adományát. Ezek megszámlálására, számbavételére december 28-án, a vasárnap délelőtti istentiszteletet követően kerül sor. December 31-én 17 órakor tartunk templomi istentiszteletet. Január 1-én 10:30-tól templomi, 15 órától gyülekezeti ház istentiszteletet tartunk. Ma délután is 15 órától tartunk istentiszteletet a gyülekezeti házban. Aki szeretne adományt befizetni, istentisztelet után itt a templomban megteheti. Isten legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Énekeljük záró énekként a 315. ének második és ezt követő verseit. Második és harmadik verseny.